Államtitkár úr, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy városunkban ilyen rendezvényt fogadhatunk és tarthatunk. A világ megismerhetőségének folyamatában az emberiségnek nagyon fontos pillére a tudomány. A tudomány tágabban értelmezve és szűkebben értelmezve az, ami segíti az ember életét az előrehaladásban és a fejlődésben. Az, hogy valamilyen eredményesség, valamilyen kutatási eredményesség bekövetkezzen, ahhoz legalább két irányból azonos végeredménynek kell születnie. És tudományos módszereken kell alapulnia annak a tapasztalásnak, amelynek kapcsán kimondhatjuk, hogy valami új eredményesség született. Azonban, ugye, mennyire nehéz ez az egész folyamat, gondolja végig minden hallgató, hogy még a tudományos módszertanokban is eltérések vannak, még abban sem egységes a tudományos világ. És amikor egy-egy felfedezés megszületik, vajon érdeke az uralkodó lobbiknak, hogy az teret nyeljen, és nem kap-e az egész folyamat gellert. Ezért gondoljuk végig, hogy az, ami ma minket körbevesz, az akkori tudományos ismeretektől kezdve mennyi minden buktatón és mennyi minden állomáson keresztül jutott el oda, hogy életünk részévé vált. Ezért nagyon fontos ez a mai rendezvény is, egy állomása, egy segítése annak, hogy az új tudományos tanok, az új ismeretanyagok közkincsé váljanak. Ezért még egyszer köszönöm a szervezőknek és a résztvevőknek, hogy ellátogattak Vác városába, és nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.